Na, szevasztok, szevasztok, kedves nézőim! Üdvözöllek benneteket a Konzolok Szervize YouTube csatornán, közelebb teszem a mikrofont. Ebben a streamben MotoGP 2017-et fogjuk kipróbálni, ami múlt héten jelent meg, ugye, és nem ígértem nektek egyébként, de mondom, miért ne, úgyis szeretitek a versenyzős játékot, én is szeretem, és nagyon rég játszottam a MotoGP-vel, vagy talán még a Motorracerrel játszottam annak idején nagyon sokat. Még PC-n szerintem, aztán a MotoGP-vel nem volt olyan szorosabb kapcsolatom. Azt tudjátok, hogy a MotoGP az 1949 óta kerül megrendezésre, és most már azt hiszem, hogy 1000 köbcenti a maximum, amit megengednek. Ez régen nem így volt, volt több kategória is, az most is van, Moto 2, Moto 3, meg a MotoGP, ez a legnagyobb kategória. És olyan motorok versenyeznek itt, amit módosításokkal sem lehet utcai forgalomba. Hozni. Na most, MotoGP ez nagyon jó pofa játék, tehát nagyon sok mindent kínál nekünk. Lehetünk ugye versenyzők, illetve lehet menedzser karrierünk is. Hát szerintem kezdjünk bele abba, hogy mi versenyzők leszünk. Úgyhogy szerintem kezdjünk abba bele. Aztán, hogyha van rá érdeklődés, engem érdekel egyébként a karrier menedzserként. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz itt a fikció ezzel a játékkal. Baromi meleg van. Welcome. Ugye, hát hogyha MotoGP-ről beszélünk, akkor Valentino Rossi neve mindenféleképpen azt tudjuk, illetve ugye a magyar vonatkozás, a Talmácsi Gábor komoly motoros versenyzőnk. Hát, na legyünk ez a fiú. 25, hát legyünk. Legyünk magyarok. 37, 50, miért nem lehet bármit választani? Legyünk akkor. Mondjuk 98-asok. Valami vagány számot állasszunk. Aha. Ez tök jó lesz. Pink, lila. Barna. Legyen én Amber. Nickname, ez nekünk jó. Nem lehet állítani a ruhámat sehogy. Ezek épített motorok, jó, hogy nem kapott forgalmit. Olyan kicsi, mint az Te, Lóri. Megint az okoskodás. Ezeket a motorokat változtatások után sem hozhatják kereskedelmi forgalomba, tehát ezek csak prototípusok. Jó lesz így. Na nézzük, hogy milyen sisak közül választhatunk. Ó. Igen, Valentino Rossi 9-szeres világbajnok, ugye? Ó, hát legyen ez a szép fehér. Választhatunk cipőt is. Hát ugye lehetnénk ilyen nagyon divatosak, nem? Jaj, fú, undorító. Undorító, de ez nekem tetszik, vagy a fekete. Na, akkor legyen ez, legyünk teljesen fehérek. Kezdjük. Hát válasszunk már neki egy másikat. Ó, egészen jól nézek ki. Ugye a motorosnak a ruhája a karosszériája, és sosem értettem. Csáva mester, ma rendeltem nálatok egy rakat játékot, remélem jövőben is ilyen kedvező árak lesznek. Robi, hát mindig igyekszünk jó áron adni mindent. Ugye nem is értem azokat, akik elmennek motorozni. Rövid gatya, papucs. Várjál. Ahogy hogyan nyomulok. Ez a kiegyensúlyozott. Vagy az old school. Na jó, legyen ez balanced. Legyek kiegyensúlyozott. Szevasztok.
Bocs, azt akartam, már beírtad úgy, hogy ment a ban üdv, ment a tiltás üdv. Jó, na, akkor haladjunk, jó? Ilyen komoly bevezetés nem volt. Komoly bevezetés nem volt, hát meglátjuk, hogy mivé leszünk. Azt azért mondjuk vártam volna, hogy lesz valami bevezetés, hogy most akkor ennek az annak a csapatnak a tagja vagyok, és most itt meg ott versenyzünk. Igen, tehát azért motorral, még egy robogóval is baromi nagyokat lehet esni, és ha nem véd semmi, akkor ott aztán komoly problémáid lehetnek, szerintem. Na, ó, de király. 13-as round, na lehet, hogy majd arrébb kell tenni, és nézek is, bepárásodik, olyan meleg, hogy bepárásodik a szemüvegem, az Isten itt komolyan. Elegem van ebből a trópusi melegből, gyerekek, elegem. PS4 Pro megy, igen. 60 FPS a játék. Azt hiszem, hogy minden platforma, jól tudom, a sorozat életében először 60 FPS-sel nyomul a játék. Itt vagyok, beülök a kis székbe, hallod? Komolyan mondom, ugyanolyan széke van majdnem, mint nekem, látod. Az meg ott kírja Facebookra, hogy figyelj, nézed a live-ot, mert most aztán nyomulunk. Go to track, na. Kipróbáltam, jó? Kipróbáltam. Mentem 3-4 kört. De nem egy autós játék, azt kell mondani. Semmi időmérő, se. Here in Misano, everything is ready to start. The riders are really focusing their concentration because making a strong start is key here. Fókuszálnak a koncentrációra. Ez vagyok én. Mi ez a nevetség kávédaráló hang? Eltett egy kerékre, ez az! Na, hadd szóljon. Lehet nézetet is választani, de belső nézetből behánytok. Ha most ennyire kemény mindenki, vagy az én motorom nem megy. Hát bocs, srácok, bocs, de kezdő versenyző vagyok, egy valaki elkapta a léc. Valaki alól kiszaladt a motor. Jó vagy, haver? A grafika az teljesen rendben van. Viszont teljesen máshogy kell irányítani, mint egy autós játékot. Hát, jelen pillanatban utolsó előtti helyen küzdök az életben maradásért. És igazából akárhogy nyomom, nem megy a motor. Valamit nem tudok ezek szerint. Na hát, ha majd lefekszenek a többiek. Egyelőre üldözöm a többieket. Figyelj! Gyerünk, 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 már jelen nem igaz. Lögd le a motorról a csapattársat, lögd le! Ez az, na, ez az, kezdünk ráérezni. Huszonnegyedik, nem tudom, nem is mondtak semmit, hogy mi az elvárás, hogy hanyadik legyek.
Már lögdösték egymást a fiúk. Hát itt azért egy motoros bukás, azért láttunk már MotoGP versenyt, azért én is láttam. Óriásikat buknak, és fölkelnek, fölállnak simán belőle, köszönhetően annak, hogy baromi állat a ruhájuk. És ezért is nem értem, tehát azért látok ilyen 5-600 köpcentis motorokat beöltözés nélkül. Talán még egy sisakot vesz föl, mert kötelező, de papucsba nyomja meg, mit tudom én. Fék! Jó, ezt megfogjuk, visszaelőzzük. Többiekre rámegyünk a féktávon. Ez nem egy könnyű játék, srácok. Ez nem egy ilyen első helyről rajtoló rajtszélző özelem. Berakom az belső nézetet. Megmutatom majd, hogyha olyan helyzetben leszünk, de tényleg az nagyon komoly. Mert hogy van több belső nézet is. Figyelj! Van olyan is, hogy a sisakból látod. Ez azért brutál durva, nem? Hát, ez kegyetlen. Ki is mentem a pályáról, de se baj, 22. vagyok, jövünk föl, utolsó kör mondjuk. Nem nagyon megy a verba, 200-zal. Szerintem 350 fölött mennek a leggyorsabb motorok ebben a kategóriában. Szerintem a rekord valami 355 km per óra volt, ami nem sokban marad el egy Forma 1-es autótól. Egyáltalán. Na, legjobb 20-on belül vagyunk. És nem leszünk 19-ek? Dehogy nem. Nézd meg, hón alatt átra néz. Stiftet használtam-e? Hát inkább a Forza, hát... Ahhoz autós játék, ez motoros, srácok. Nem tudom, hogy megdicsérnek-e, hogy 20... Miért kérdez? Mert meg kell adnod, azért. Makoto Tamadát megnyitjuk, ha nyerünk egy bajnokságot. Na, nem is kért semmit, tehát így karrierünk csúcsán vagyunk. 19. helyen zártuk a bulit. Aztán hát ennyi volt, srácok. Jó van, ügyes voltál, mellé nyúlt a kezének. Most nézem ott. Következő verseny. Hogy áll a karrierünk? Nem vagyunk jók. Azt kell mondjam. Ezt megcsináltuk, most Aragón következik. Három kör. Hát, hogyha itt jobbak leszünk. Az elején nem fogok bóckodni az egykerekezéssel, úgyhogy menni fog ez. Kis pályabemutató, de ezt most elnyomjuk. Figyelj, nagyon jó a grafika, ezt el tudom mondani, és 14.000 valány 100 forint a játék, tehát nem is teljes áron jelent meg. Azt a jó eget, Franky kutya eldobta magát. Leülök a székbe, megnézzük, hogy itt lehet-e valamit csinálni. Ja.
Aha, hogy hol vannak problémák? Hát nem volt problémánk sehol. Jó, szabályrendszert meg tudjuk nézni. Menjünk, jó? Nyomassuk neki. Jó, oké. Feküdj rá, azaz, gyerünk! Gyerünk, nincs egy kerekezős bóckodás, gyerünk, 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 gyerünk! Már 22. vagyok. Tedd ki magad szélre, fiú! Ez az! Jó pozíciót kell fogni. Amikor kipróbáltam délután, az első kanyarba olyan testem. Ó, 14. Láttátok? Na, jobbak vagyunk, mint az előző versenyen eddig. És három kör van, és ott is azért a második körtől jöttünk föl. Jó, megpróbálunk itt befurakodni. Na nézzük, hol a vége az autónak, a motornak. Elég hosszú egyenes szakasz, és nézd meg, gyorsabb, mint én, gyorsabb, mint én! Nem hiszem el. Menjetek már az útból! Öncű! Öncű, kiszorítottatok az évről, mi? Öncű és Garcia előttem fikciózik, és én kicsúszok. Ó, még jó, hogy ott volt a bukótér. Estem volna akkorát. És 23. vagyok, nem hiszem el. Ha pedig megyek, mint az állat. Huszadik. Micsoda fatalitik. Ja. Ja, ja, itt azért valaki átúról bejön, mert az elesik. Gyerünk, 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 ez meg lesz. Nem hiszem el. Ácsá! Jó, megnézzük, hogy van-e visszajátszás. Ho-ho-ho-ho-ho! Nagyon büntet a játék. Tehát nem... Nem kedvez, de nehézségi szintet sem tudtál állítani, semmit. És nézd meg, és gyorsabb, tehát gyorsabb nálam, szemmel láthatóan gyorsabb. De versenyzőnként nem vagyok olyan brutális jó, úgy tűnik.
Hát emelkedjél föl, és... Gyerünk, gyere! Oh-oh. És már itt vannak, tehát picit lemegyek az ideális ívről, picit túlfékezem magam, és már is itt van a nyomomba, itt zörög. És el is mennek ketten mellettem. Hát ez gyerekek nem egy Forma 1, ahol beállítod, hogy a gép idióta legyen és nyersz. Jó, visszaelőztem őket. Remélem ezeknél az én motorom gyorsabb. Bízzunk benne, ugye? Régen voltak oldalkocsis versenyek is. Nézd, itt van, ki akar nyírni. De azok már nincsenek olyan oldalkocsis versenyek. Én olyat még láttam. TV-ben oldalkocsis verseny. Na, kell itt megpróbáljuk megcsípni. Na mondjuk így nem. Azonnal megbüntetnek. 21. vagyok a 26-ból. Nincsen valami időmérőt szeretnék nyomulni. Egy komplett verseny hétvégét, mert így ez nem jó. Steam-es játékot hogy telepítsé? Telepíts fel a Steam-et, nyomjál rá, letöltés, ez kész, telepíti magától. Hát 22. Csapdegi mester, az első helyet féktávon felkapod nekem a hátsó kereket? Fel. Ez fel lehet, igen. Fel lehet kapni a hátsó kereket. Na, azt mondja, 22. lettem, elegem van ezekből a csávokból. Csá. Jó van, nyugodjál le majd legközelebb. Te is rövidgatyába jössz ide a verseny hétvégére. Na, mi lehetett a baj? Na. Hát nem ment ez a, nem ment a motor, hát annyival az volt a baj. Helyes, nyomjad. Figyelj, ezért nyerjük a reputation-t. Na, aha, na ez csak két bemelegítő verseny volt. Aha, kompéti motor, hát még itt tartunk, tehát még csicska vagyok. Itt voltunk, hát Moto 3-ba szeretnénk megküzdeni. És akkor kit válasszunk, KTM, Honda. Ez egy 250 köbcentis gépek. Na nem tudom, kit kellene választani, srácok. Na Hondával. Team Performance. Én a Hondával szimpatizálok, srácok. Szerintetek kit kéne? Ment a dislike. Meglátszik, hogy nincs iskola, gyerekek. Meglátszik. Nincs iskola. Na jó, Honda lesz. Nem írtok semmit, Honda lesz. Tatsuki, Suzuki, Suzuki a Hondánál. Katarba fogunk nyomulni. Jó, nincsen se e-mail, se semmi. Na, végig kell nyomni a szezont a srácokkal. Moto3-ba vagyunk. Tehát ezek még nem a nagy gépek. Nálatok is baromi meleg van? Na itt. Baromi meleg van. Hát esküszöm, leveszem a szemüvegem.
Katar, megnézzük Katart. Voltatok már Katarban, mert én még nem. Gyönyörű BMW-k állnak ott, mi? A new MotoGP season is about to begin. The bikes and riders are almost ready to take to the track. The Moto3 race at the Qatar Grand Prix will start in just a few minutes. Na, éjszakai verseny, srácok! Éjszaka fogunk versenyezni. Na, itt vagyunk, most már rendes. Ez a figura, ez új ruhát kapott, látod? Most már én is új ruhát kaptam, Hondával versenyzünk. Sok mindenről nem hallottál még, de... Fenati Kané! The bikes have taken their places on the starting grid. The light is going to go out any second now. These are the moments when the riders have to clear their minds to be able to... Remélem, a Honda azért jó gépet pakol talán. Eddig jók vagyunk. ...18.32-ből életemben nem voltam még ilyen jó helyen. Látod? Kell neked furakodni. Szépen megelőztük a fiú. Jó, 16, embertelen, a fél mezőn megelőztük. ...15, nagyon jó. Nyavaján szobog, bepárásítja a szemüveget. ...18, nem igaz. Nem hiszem el, hogy ezek is gyorsabbak, mint én. Menj már innen, Binder! Hát a Honda nem lesz túl elégedett szerintem. Pedig most nem mondom, hogy nem versenyzek jól, nem csúszok ki. Tartom az éveket nagyjából.
Egyszerűen valahogy nem... Nem megy a gépezet. És nézd meg, frankó megelőznek simán. Menj már az útba. Pont fej, 17. Az enyém miért nem fekszik rá? Azért valami külön gombot kell nyomni hozzá. Ohohohoho, na most figyelj! Erígy innen. És nem. Ennél pedig gyorsabb vagyok. Jók vagyunk, na. Jók vagyunk. Hát azt mondja, ne mondjál semmit. Nem, mi a fene van? Jó van, nyugodjál le. Hiába. Alex Hoffmant megnyitottuk 2011-ből. És egyet, hogyha nyernék, akkor nyitnánk meg a japán srácot. Baromi meleg van. Már nem érdekel, hallod bár egy nem érdekel. Na! Very easy. Tegyük le őket easy-re, na! Only race, qualifying and race. Na, erről van szó, full weekend. Qualifying and race. És akkor lehetnek ők nekem médiumon is. Próbáljuk így ki médiumon őket, de úgy, hogy legyen időmérő.
Tehát legyen időmérő. Streamerleg Isti meg KD, adjad már, mivel játszanak, mindegy, ez, figyelj, a magyar YouTube-ot jellemzi ez az egész. Az, hogy mindjárt megnézem, mit streamelnek, most esküszöm neked, de el tudom képzelni, hogy valami régi vackot. De akik jó időben voltak, jó helyen, jókor kezdték el, azokat nézik, a többi, ez nem is érdekli őket. Ki streamel már, de mindenki, engem mindenki lesz streamel, érted? Dead Island, hát gratulálni tudok, komolyan mondom. Új modok! Minecraft, nem érdekel. Hello from Termas de Rio Hondo. There's already a... Na, jó, most lesz időmérő is. Na, úgy van, látom, takarodjatok akkor, nézzétek Isti Play-t meg a másik, ezt a két ocsmány majmot. Ahogy nyomja az a 10 éves vacak játékot. Hajrá! Lehet menni. Na, bukjál rá te meg a motor, az haladjunk most már! Engem ezek nem érdekelnek. Én azért vagyok itt, ha téged érdekel a MotoGP 2017 vagy 17, ha megnézed ezt, ennyi. Nem érdekel, akkor nézed a Minecraftot. Azok engem úgyse érdekelnek azok a gyerekek. Kíváncsi vagyok így, hogy médiumra hagytam őket, és mondjuk lehetőleg nem az utolsó erről fogok indulni, milyen eredményt tudok elérni. Reméljük, hogy egyáltalán... Tessék. Ugye a többiek gondolom még ki se jöttek, mi? Biztos voltam benne, hogy én jó köröket futottam a verseny alatt is. Nem nyomják a többiek? Nehogy lássam már, hogy ki mennyit megy, nem? Na, már második vagyok, aha. Jó. Megérted, így legalább tudom a pályát is, hogy mégis
milyen viszonyokra lehet itt számítani. Azért hiába ismersz egy-egy pályát, a motorral teljesen máshogy kell rajta menni. Ezt elrontom, ezt az ívet. Harmadik. Ez Moto2-es géppel. Azzal megyek most éppen. Persze Toba, gyere elém! Hogy ne zavard be a gyors körömbe. Jó, na nézzük a versenyt. Mondom, nézzük a versenyt. Kilencedik lettem. Nagyszerű. Estére tervezik valamit? Így? Fene tudja. And welcome to the Termas de Rio Hondo circuit in Argentina. Na nézzük, 9. helyről indulok, most nem lehetek. Nem lehetek 18. Nem tudom, hogy easy-be lassabb lesz a motor többieknek. Mert ez borzalom pontosan megy mindenki szinte. Ennél gyorsabb vagyok.
Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Hagyjatok engem békén, hallott. Hogy mennek ezek, mint a robotok, nem? Na, menjünk egyet nagy gépre, aztán elég is volt MotoGP-ből, szerintem ennyi, legközelebb majd a... Hát, ha érdekel egyáltalán bárkit is, akkor legközelebb a menedzsert fogjuk kipróbálni. Van quick módunk, és illetve multiplayerünk is van. Hát nyomjunk egy Grand Prix-t. Hát Valentino Rossival, kivel mással? Ó, még van ilyen is. Király. Na nézzük, kik vannak. Dani Pedrosa, Valentino Rossi. Na, látod, ők vannak. Ők nyomulnak, ők kerültek a játékba, hát Rossival menjünk, egyértelmű, nem? Őt mindenki ismeri. Köszönjük szépen, Mombati Tion, de hát... Igen. Hello! Na, nézzük. Ennek is ugyanaz a csávó a mérnöke. Itt azért már picit más a helyzet, nem? 300 körül. Picit megváltozott a verseny. Az elgázoltak. Figyelj. Ez megy, mint az állat, de hát ezt na. Kezdjük előről. Mert valaki alám dobta a motort. De hát a mögött azért megy a buli. Biztos nem lehet kellemes 280 eldobni a lécet. Oh.
beszélünk, remélem van egy hosszú egyenes, ahol ki lehet húzatni a gépet. Olyan pályát kellett volna választani. Na majd itt. Alig bírtam megfogni. Lényegesen nehezebb, mint egy autós játék. Számomra, aki nem nagyon játszott motoros játékokra az elmúlt 5-6 évben biztos. Oh! Mutattunk egy ilyet is. Az olasz pálya olyan? Ugye megnézzük, hogy mit lehet ott tenni. Hát ez kemény. És van ugye split screen is, tehát ketten is tudtok játszani. Aha. Mugello. Na menjünk egyet Mugellóba. Itt igencsak van egy komoly egyenes szakasz. Szevasz Árpi, szevasz. Mivel nem nézed a Minecraftot máshol? Jézusom. Odáig még Janikám nem jutottunk a multi. Hát utolsó vagyok, elbózkodtam az elejét az egykerekezéssel, de... Mégiscsak én vagyok Valentino Rossi. Tehát... Hát ott meglátta, hogy mellette van Valentino Rossi, leesett a motorról. Thank you.
de szépen csináltam ezt. Menj már az útból. Csak elém jön, nézd meg, csak elém jön. Hagyjatok már, mikor az ideális íven szeretnék fordulni, gyerünk. Gyerünk, durd meg neki. Nem baj, ez jó lesz még. Bátrabb kigyorsítás kell. A küzdelem komolyan mondom, majd kitöröm az analógot a kontrollerből. És nem, nem, egyszerűen nem érzem. Nem érzem minden kanyarba, hogy mikor kellene megdönteni a motor. És azonnal büntet a játék, nagyon durva. Hát Kádár Dávid, hallod, esküszöm neked. Nagyon király vagy. Húzzál Minecraftot nézni te is. Mennyi eszed van. .347 volt, mi? Hát én 350-et mondtam, nyilvánvalóan menne ez a motor annyit is. De ötödik vagyok. Az a baj, hogy karriert nem lehetett MotoGP-be elkezdeni, nem? Hát ezt jobban érzem, ez való igaz. Az a baj, látjátok, tehát az a baj, hogy, hogy a magyar YouTube néző közönséget, akik így élőadásokat nézik, az nagy részt ezek a nagyon fiatalok alkotják. Akiket igazából a tartalom nem is érdekli, tehát, hanem oda megy, ahol sokan vannak. Csak nem tudja, hogy ahol sokan vannak, ott miért vannak sokan, de mindegy, mert oda megy. Tehát őt nem is érdekli. Csak hogy beírogasson a chatbe hülyeségeket, és azt várja, hogy mikor válaszol rá az, akit éppen les. Hát általában fogalma nincs, hogy mi a játék, vagy hát az a lényeg, hogy Minecraft legyen. Ennyi, srácok, ennyi, nézzek, az kész. Hát most mit hisztizzek? Az attól jobb lesz? Ha hisztizzek, attól jobb le nem lesz jobb. Meg hát nem is érdekel igazság szerint. Na. Ah, csorda szellem, az hát hülyék alkotják a magyar YouTube közönséget, ez az igazság, hülyék. Na, nézzél meg egy akármilyen videóst, egy nagyobb videóst, azt nézd meg a kommenteket, azt mindjárt rájössz, hogy kik nézik ezeket. Na, az az igazság. Többség, tisztelt a kivétel, többség az értelmetlen,
10, 8, 7 éves. Ennyi. Na, oké, ez volt a MotoGP 17. Tetszett a cucc, akkor tetszett, ha nem tetszett, akkor nem tetszett. Én még fogok vele játszani, kipróbáljuk legközelebb a menedzser módot. Estére, hát egy óra, egy másfél óra múlva, a PlayStation 4 Pro játszok. Jön a Get Even, ami egy ilyen, hadd ne mondjam, ilyen pszichológiai horror thriller durva cucc, úgyhogy az majd este lesz. És egy fiatal lányt kell megmenteni, aminek a testén, akinek a testén egy bomba van. Akinek a testén egy bomba van, és ennek a játéknak egy hónapja kellett volna megjelenni, de ugye történtek bizonyos angliai terrorcselekmények, úgyhogy azt gondolták, hogy elhalasztják a játék megjelenését egy hónappal, mert pont ilyesmi volt, tehát ott is valaki magára erősített egy bombát. Na, szóval ez lesz estére, fő van már telepítve, aztán ezt fogjuk nyomatni kifulladásig, fűrész 9, na majd meglátjuk. Hogy mi lesz, aki jön, az jön, aki nem, az meg annak meg lesz Minecraft Hardcore valahol biztosan. Na,